következő hozzászóló Apáki István képviselő úr, a Mi Hazánk frakciójából normál időkeretben parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ott fejeztem be a vezérszónoki felszólalásomat, hogy élelmiszer, feldolgozóipar versus akkumulátorgyárak kérdése. Ilyen mélységben jegybank elnök úr nem ment bele ennek a témának a tagvalásába. Lehet, hogy ezt a muníciót majd a 2023-as év végén a 2022-es évről szóló beszámolójára tartogatja, és az nem akarta mélyebben nyomni a kést ebben a közt és Orbán Viktor között elmélyülő ellentétben. Viszont stratégiai kulcskérdés, amely hosszú évtizedekre meg fogja határozni Magyarország jövőjét. Ugye a kommunisták a vas és acél országába akarták változtatni ezt az országot, önök pedig úgy látszik, hogy az akkumulátorgyárak országába akarnak minket változtatni. Körülbelül 23 akkumulátorgyárról lehet hallani, amelynek egyébként az állami támogatása olyan több száz, vagy talán mi odaérünk több ezer milliárd forintos tétel, ami mondjuk esetleg a jegybanki beszámoló tárgykörét is kellene, hogy érintse. Nem beszélve arról, hogy sokszor a legértékesebb termőföldjeinket kótyabetélik el, kérdezném alelnök urat, hogy az önök meglátása szerint vizsgálták ezt, kiterjed-e erre a figyelmük? A hatáskörű gondolom igencsak kiterjed, de kiterjedhet-e, megengedett-e, hogy kiterjedjen erre a figyelmük, hogy mondjuk ezek milyen mértékben, ez a több száz milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatás. Csak a debreceni akkumulátorgyár esetén már 350 milliárdos nagyságrendekről lehet beszélni, állítólag 157 milliárd került eddig kifizetésre, és való 350 milliárd körül lesz a vége. 23 gyárat terveznek, Debrecen nem csak az ország, hanem Európa legnagyobb akkumulátorgyára lehet. És most nem is a környezetszennyezésről, a víz, levegő és egyéb problémákról beszélnék, mert arra volt lehetőség másik vita keretében, hanem ennek a magyar gazdaságra gyakorolt hatásaitól, az ilyen gazdasági hatásokról szeretném önt is kérdezni és megnyilatkoztatni, amikor a jegybank elnök úr is egyértelműen kijelenti, hogy ahelyett, hogy élelmiszeripari nagy, nem szó szerint csak tartalmilag idézem őt, hogy ahelyett, hogy élelmiszeripari nagyhatalom lennénk, mondja Mi Hazánk mozgalom, ahelyett, hogy élelmiszeripari feldolgozó nagyhatalom lennénk, erőltetjük a legújabb őrületet, amely lehet, hogy 10 év múlva már egy trendforduló után semmivé válik, az akkumulátorok gyártását. Rendkívül egyszerű az összefüggés, többször mondtam, fogom is még mondani, akárhogy is nézzük, akkumulátorok nélkül meg lehet élni, ennivaló nélkül nem. Ráadásul az sem mindegy, hogy mondjuk 43%-os infláció van az élelmiszerárak kapcsán, vagy mondjuk elfogadható mértékű minimális árdrágulás, és ahelyett, hogy mondjuk Magyarország 30 millió embert látna el, még 10 millió ellátására sem képes. Ahelyett, hogy a jelenlegi népességünk háromszorosát ellátnánk, gyakorlatilag hátulról a második, az utolsó előttiek vagyunk a sorban. És tisztelt kormánypárti képviselők, az attól nagyobb szégyen kevés van, hogy arról beszélünk, hogy Románia lassan megelőz minket. Sajnos több szegmensben, több kérdésben meg is előzött. Például 9%-os az áfa Romániában az élelmiszereken. Nálunk azon is 27 az esetek döntő többségében. De ez csak egy kiragadott példa sok közül, de hogy a jegybank elnök úr szerint gazdasági mutatókban már szinte fej mellett vagyunk a románokkal, és egyébként, ha így haladunk tovább, akkor hát most lehet erre azt mondani, hogy ez biztos nem így van, Az én önérzetemet rendkívül mód sérti, hogy idáig süllyedtünk, úgy, hogy az elmúlt 13 év kb. 80-90%-át önök kétharaddal kormányozták végig. Mit tud tenni a legalább javaslattétel szintjén a jegybank az élelmiszer infláció csökkentése érdekében, túl azon, hogy mondjuk talán még az utolsó utáni pillanatban le lehetne venni az akkumulátorgyárak építését a napirendről. Nem látják-e pénzügyi szempontból kiemelt kockázatónak egyrészt a vissza nem térítendő támogatások mértékét, másrészt pedig azt, hogy túlságosan elkötelezzük magunkat Kína felé. Azzára egyébként különösen pikírt, hogy a elvileg nemzeti keresztény konzervatív kormány a kínai kommunista párt kegyeit keresi. Ez azért még nem csal mosolyt az ember arcára, és túl nagy jókedve nem derít minket, de hogy most már a német gyarmat mellett, német kínai vegyes gyarmat terület leszünk, az a legmélyebben sérti, nem csak a nemzeti önérzetet, hanem a legteljesebb mértékben szembe megy a nemzeti érdekkel. Egyszer egyébként mindegy, hogy német vagy kínai az a múlt, egyszer az összefüggés, tisztelt hölgyeim és uraim. Ha ez a bármelyik multicég érkezzen bármelyik országból, talál jobb feltételeket, főleg olcsóbb munkaerőt, szolgalelkűbb kormányt,
és egyéb kedvezőbb feltételeket, akkor fogja, szedi a sátorfáját és megy a következő országba. A magyar vállalkozó, a magyar paraszgazda, a magyar gazdálkodó itt akar boldogulni, itt akar maradni a szülőföldjén a magyar fiatalokkal az élen, ha hagynák nekik. Semmi más nem kérnének a fiatalok, a gazdálkodók, a földtulajdonosok, a kis- és középvállalkozók, csak hagyják őket működni. Kapjanak hozzá támogatást, kevesebb hatósági vegzálást, kevesebb adóügyellenőrzést, legalább olyan korrekt hozzáállást, mint amit itt megkapnak a múltik. A múltik itt hagynak minket, szedik a sátorfájukat, és sajnos egyébként szedik a fiatalok is, meg szedik egyre többen a vállalkozók körül, mert nem tudnak megélni. Mert néhány államilag, politikailag kiemelt kedvezményezett vállalkozó kivételével nem tudnak sikeressé válni, nem tudnak megélni. Úgyhogy arról már nem is beszélve, amit itt elhallgattak, és semmilyen választ nem érkezett, úgyhogy most kénytelen vagyok föltenni a kérdést. Vastagon érinti azt a pénzügyi beszámolót is. Állítólag 4 milliárd amerikai dollár hitelfelvétele megtörtént Kínától tavaly év vége felé. Legalább 8 milliárd amerikai dollár hitel letárgyalása volt még akkor folyamatban. De ki tudja, lehet, hogy sokkal több. Van-e okokozott összefüggés az kínai akkumulátorgyárak építése és hitelfelvétel között? Vajon köttetette olyan paktum, hogy akkor kapunk Kínától hitelt, főleg ha nem érkeznek meg az uniós pénzek, az uniós források, gyakorlatilag a túlélés jelentő hiteleket, hogyha az ország meg hozzájárul ahhoz, illetve az ország vezetése, hogy akkumulátorgyárak épüljenek, amelyek nagyon hosszú időre megfogják, hogy lehet, hogy 10 év múlva ezek az akkumulátorgyárak már nem fognak működni, de az összes hátrányos következményük nem csak az épülettel, a hulladékkal, a szennyezőanyagokkal együtt itt fognak maradni. Úgyhogy talán érdemes lenne egy banknak is ezt a kérdést mélyebben vizsgálni, mint hogy az épület energetika kérdését, és nagyon fontos, ugye pont az előbb mondtam azt, hogy a legtöbb magyar háztartás, a magyar család nem képes, sajnos nem képes korszerűsíteni az ingatlanjait, önhibáján kívül. Egy épületenergetikai program ezen némileg javíthat, de még akkor is milliónyi háztartás fog bármifajta korszerűsítés nélkül maradni. A mondat úgy is igaz, hogy egy átlag magyar fiatal, ha csak nincs viharos erejű hátszele, főleg a szülők vagy egyéb kedvező körülményű rokonság révén, akkor a legtöbb magyar fiatal számára elérhetetlen vágyálom marad a mostani építőipari anyagárak és munkadíjak mellett, hogy házat építsen, vagy házat újítson fel, vagy akár egy nagyobb lakásfelújításhoz hozzá tudjon kezdeni. És nagyon erősen tartok attól, hogy a jó szándék, a pokol bevezető utat megint jó szándékkal lehet majd kikövezni, ugyanis hogyha erre a mostani elképesztő építőipari inflációra, mert ugye ez a másik erő, kevesebbet beszéltünk, hogy nem csak az élelmiszerárak repültek el, hanem szélsőséges mértékben megdrágultak az építőanyagok, és megdrágultak az építőiparon a munkadíjak is, amelyet részben fűt az elképesztő kereskedői mohóság is. Azért, hogyha kritizáltuk a kormányzatot, akkor kritizáljuk bizonyos esetben a kormányzattól részben független szereplőket is. Ugyanis azt látjuk, hogy amikor 410 meg 420 forint volt az euró, akkor annak a hatása azonnal begyűrözött az anyagárokba, amikor most olyan 370-380-as sávban van, annak nem érződik a hatása. Sem az épületgépészetben, sem attól jóval egyszerűbb anyagárokban. Hogy ezzel kapcsolatban lehet-e valamit tenni, ami ténylegesen árjavulást, árcsökkenést hoz, az persze nehéz kérdés, ezzel tökéletesen tisztában vagyunk, de legalábbis meg kellene kísérelni. Ha még erre a mostani helyzetre rádobunk egy több száz vagy esetleg több ezer milliárdos, több éven át tartó épületenergetikai programot, amely nagyon fontos, hasznos és értelmes cél lenne, és megint csak hosszú távon, de ezúttal jó irányba befolyásolná a magyar emberek életét és pénzügyi költségvetése lehetőségeit, vagy nem fog-e még jobban elszabadulni az energetikai felújításokkal érintett anyagárak egész sora, hiszen ha megérzik, megszimatolják a lehetőséget, akkor a féktelen mohóság jegyében nagyon nehéz lesz féken tartani az árakat, és tulajdonképpen elérhetjük azt, amit sokszor a csok támogatásoknál is látunk, melyek jó szándékát nem vonjuk kétségbe, és természetesen egyetértünk azzal, hogy vannak ilyen támogatások, de sokszor az az érzése az embernek, a kárvallott építetőkkel beszélgetve, hogy szinte az egész már egy építőiparnak nyújtott közvetett támogatási rendszerré vált, hiszen legalább ugyanolyan, vagy sokkal nagyobb mértékben drágultak az építőanyagok és a munkadíjak, mint amennyi támogatás elérhetővé vált, akár az új építésekhez, akár a felújításokhoz. Legfőképpen én ilyen
az emberek mindennapjait érintő kérdésekre szeretnék választ kapni, hogy milyen jegybanki eszközök állhatnak rendelkezésre az élelmiszerinfláció csökkentése érdekében, mi a jegybank javaslata elképzelése annak érdekében, hogy Magyarország önellátása, a Mi Hazánk mozgalom javaslatai megvannak, hogy Magyarország élelmiszer önellátása, függetlensége, szabadsága, biztonsága belátható időn belül jelentős mértékben növelhető legyen, mit tudnak tenni, mi a javaslatuk a földgáz és áramárak megfizethető szinten tartására, vagy megfizethetővé tételére. Önök szerint mire lehet számítani 2023-as évben villany és gázár tekintetében, és végül milyen lehetőségek vannak az építőanyagok terén és az építőipari kivitelezési díjak terén tapasztalt extrém árdrágulásra, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi és megkeseríti az emberek mindennapjait. Köszönöm szépen!